Sáros járhatatlan utak a Holtisza part és vízpart körút között. Ez épp a Márta utca. Az időjárás az elmúlt időszakban nem volt kegyes, így a térség csatornázása során felásott utaknál a burkolat helyreállítása nem mindenütt fejeződhetett be. A több mint ezer ingatlant érintő csatornázás már 80 ban megtörtént, ahol lehetett az utat eredeti vagy még jobb állapotban visszaállították, néhány még burkolatot is kapott. A választókerület önkormányzati képviselőjéhez napi szinten érkeztek a bejelentések a még járhatatlan utcákból. Rengetegen megkerestek ebbe az ügybe, és hát most én örülök neki, hogy valami ebbe a, a valaki, vagy tudok segíteni ebbe a dologba az önkormányzaton keresztül, és hogy egy kicsit lesznek nyugodalmasabb napjaim is, mert éjjel-nappal kerestek ebbe az ügybe. A Márta, az Edit, a Júlia és az Ágnes utcákban hétfőn kezdődnek a munkálatok. A gépek először a Márta utcában dolgoznak majd, így hamarosan mindenütt megfelelő lesz a közlekedés. Mindez a csatornahálózat kiépítésének részeként, hazott el az erről tartott tájékoztatón. Több mint egy milliárd forint ér hét ütemben, az egész térség csatorna hálózatának kiépítéséről beszélünk, és nem csak a gerincvezeték, hanem a, a, a való, épületekhez való bekötését is a csatornának tudjuk biztosítani. A víz és csatorna mű kivitelezésében és a koncesziós díj terhére történik ez a beruházás. A térség csatornázásának utolsó üteme a tervek szerint nyáron kezdődik. A csatornahálózat kiépítésének legfontosabb célja az volt, hogy a polgári védelmi célú alcsi holtiszai tartalékvízbázist a jövőben megóvjuk, mert bármikor adódhatnak olyan események, ami szükségesé teszi ennek a vízbázisnak a bekapcsolását a technológiába. A város egyik legkomolyabb beruházásának részeként hamarosan a térség teljes csatornázottsága megoldott lesz. A polgármester ígéri, minden utcában, ahol a munkát befejezik, Ugyanolyan vagy még jobb állapotban állítják vissza az utat, mint voltak.